Szervusztok, szép jó napot! Mondaná a Szoki bátyja, de én nem Szoki vagyok, miután én delikátot fogok használni ahhoz a kajához, amit most csinálok. Gábor haverom kedvéért, mert ő hajlamos elszúrni úgy a legegyszerűbb kajákat is, hogy tudomása sincs róla. Szóval, mi most egy gombás hagymás rántottát fogunk csinálni, amihez van 6 darab tojásunk, van 25 deka gombánk, és csak Gábor kedvéért mondom, hogy ilyen darabokra kell vágni, nem szeletelni, mert szeletelve könnyen levet enged, ami nekünk nem kell. Hagyma, amit megint csak nem darálunk, hanem ilyen szeletekre vágunk, és szétszedegetjük őket, mert így nagyon jó lesz. Remélhetőleg, mert még soha nem csináltam hagymával, de majd most fogom. Kell lenni fog só, fokhagyma granulátum, olasz zöldfűszer keverék, amiben van bazsalikom, oregano, petezselyem és még sok minden. Tehát ha valaki nem akarja ezt a vegyeset használni, használhatja külön-külön. Kakukkfű van még benne, tehát ez kell lenni. Továbbá olívaolaj, ami nem salátára, tehát nem extra szűz kell nekünk, hanem ez a főzéshez, sütéshez való olívaolaj. Kelleni fog egy villa, amivel majd össze kutyuljuk a tojást, és kelleni fog egy kanál, bár mindenki tudja, hogy mennyi delikát és mennyi só kell a tojásba, csak Gábor kedvéért megmutatjuk, hogy nehogy túl sokat tegyen bele, vagy túl keveset. Na, tehát először is. Mint már mondtam, csak Gábor kedvéért, megpróbálom a sót a kanálba önteni, nem a tojásra egyből. Tehát a 6 darab tojáshoz nekünk kelleni fog körülbelül ennyi só. Csak mondom, ez tengeri só, tehát ez gyengébb, mint a asztali só. És kelleni fog még elenyésző mennyiségű delikát. Mondjuk egy ennyi. Kész. És én ezt fel szoktam kavarni még, mielőtt bármibe is belefognék, csak hogy ha hirtelen bele kell önteni a tojást, akkor már csak kettőt keverek rajta és kész is van. Fogjuk rá, hogy ez kész van. Most jön az, a kedves feleségem ide jön a kamerával, beleteszünk ennyi olajat, és először is a hagymát fogjuk megfonnyasztani, vagy pirítani, ahogy sikerül majd. Átugrottunk egy körülbelül egy másfél percet, amíg ez a serpenyő felmelegedett, vagy wok, vagy mi ez. Most belerakom a hagymát. És próbálom picit megfonnyasztani. Nagyon pici sót teszünk rá, mert nem pirítani akarom, hanem megfonnyasztani. Tehát a sóat segít kiszedni a nedvességet belőle. És inkább fonnyadni fog, mint pirulni. Most jutottunk el arra a pillanatra, körülbelül 3 perc múltán, hogy a hagymánk így néz ki.
Most ilyenkor az történik vele, hogy én ezt kiöntöm. Mert hogy most nem ez kell. Majd akkor rakjuk bele, amikor a tojás. Mert ez már étkezési állapotban van, vagy ehető állapotban van. Most lesz az, hogy van egy kis olajunk még benne, de egy nagyon picit teszek még bele, ennyit a gombának. Nem szabad csak olajat, mert akkor a gomba levet fog ereszteni, és az nekünk nem jó, mert mint ahogy Gábor haveromnak is sikerült, a tojás olyan feketet lett a gombának a levétől, hogy az nem néz ki jól. Ja, és elfelejtettem mondani, hogy fel kell melegíteni a serpenyőt, de rendesen, mert pirítani kell a gombát, nem párolni. Úgyhogy miután már füstöl az olaj, valószínű jó. És ebben a momentumban meg is szóljuk egy kicsit fokhagyma porral. Nem sokkal, csak az, hogy legyen rajta. Az elveszi a szagát is a gombának, főzés közben meg jó ízt ad neki. Na már most eljutottam odáig, mert majdnem elkezdett levet engedni a gomba, zöld fűszer, csak így ennyit. Egy pici leve csak lett a gombának, amiben így sikerült, hát ha nem lesz fekete, és most jön a tojás. És most jön a hagyma. És ha ügyesek voltunk, ez fekete a tojás. Ami esztétikai szempontból lényeges lenne. Bár ízén nem változtat. Túlságosan. Még egy másik, hogy ne süssük túl a tojás sem, amikor már majdnem megsült, nyugodtan letekerhetjük a gázt, mert még a boknak a hőjébe, ami van neki, ott még simán készre sül. Ez egy gyerekadag. Ez pedig egy felnőtt adag. Lesz, ha nem dobom innen. És voilà! A tojás nem lett olyan fekete, mint ahogy egyesek készítik. Na, valakinek tetszett esetleg a recept, vagy elkészítési módszer, az próbálja ki. Szerintem nem fog csalódni. Egészségetekre!